Milyen jól el vagytok egyébként, srácok. És már itt is vettem a The Carbon Fuse két tagja, István és Benedek. Sziasztok, köszöntelj titeket a műsorban. Műsor a Balázsra, hogy nem jött. Nem, mint a veletek nem merném be egyébként, csak köszönjük, hogy itt lehetünk. Balázsral az a helyzet, nagyon szívesen elmesélek mindent, ami vele kapcsolatos. Ma délután már találkoztunk vele, most tartottunk egy két hónapos szünetet, ami a lemezbemutató, a lemeznek a befejezése miatt úgy gondoltuk, hogy kell egy hosszabb lélegzetvétel. Ilyenkor télen, tavaly sem turnéztunk, akkor külföldön voltunk, az egy picit megterhelő volt az a két hét londoni ki a hóesésben meg vissza, úgyhogy ez már bevált a Carbon Fuse-nál, hogy milyen téli álmot alvó zenekar vagyunk, és a Balázs az most jött vissza valahonnan Sri Lankáról, azt hiszem. Ott volt. Azt hiszem ott van. Lebarnult, nagyon jól van, újult energiákkal állunk neki az új évnek, készülünk az új setlisttel a koncertekre. Nagyjából ennyi, azt hiszem. Nyilvánvalóan, hogy erről is fogunk beszélni, de most az újdonság az, hogy megjelent ez a videoklipetek. Nem tudjátok pontosan, hogy mikor gyakorlatilag ezt a videóklip alatt megbeszéltük. Vagy kettő, vagy három hét, ennyit tudtunk eldönteni. De most arra sem emlékszem pontosan, ezt még decemberben forgattuk. Nem, ezt január 7-én forgat. Akkor biztos, hogy februárban jelent meg. Igazából a számok lényegtelen, csak kíváncsiakból voltam, hogy mennyire vagytok képben a saját klipetekkel. Persze ez nem bántás, csak tényleg kíváncsi voltam. Mit tudhatunk erről a videóklipről? Ugye Benedek, te valamilyen szinten új vagy a zenekarban, hogy István inkább, vagy rosszul tudom? Nem, most lesz egy éve lassan, tehát úgy viszonylag friss. Tőled kérdezem azt, hogy a Carbon Fuse-tól ez a színvilág, meg ez a stílus, eddig legalábbis engem elkerült. Nem tudom, hogy ez most egy új irányzatnak mondható. Hát az volt a koncepció, ugye a szám az a Titusnak az élményeiről íródott, értelemszerűen nem arról, amikor még szovjet katona volt a 70-es években, és velünk kivott, meg a lányokkal, hanem volt neki egy ilyen gyerekkori kiszes táboros emléke, amikor még ott buliztak, ott volt egy-két lány, meg Magnóról másolta még át, egy néni vezette a DJ-skedést, ami az volt, hogy két kazettás Magnóról másolta egyikről át a dalokat, amelyik tetszett neki azokból, amiket hoztak a srácok, tehát ilyen teljesen utopisztikus, és eredetleg egy ehhez hasonló kocsmajelenetet akartunk leforgatni. Egyébként neked ez a második videoklip, tehát bocs, hogy megszakítom a gondolat, neked ez a második. Harmadik. Harmadik, őrület, tényleg a harmadik. Igen. Most ezt beoltottál, hogy én még nem találkoztam el. Nem, semmi. Hát ilyen előfordul. Az egyik videóklipünk ráadásul teljesen olyan volt, hogy ezt csak ilyen kézi kamerával vettük fel a stúdióba, és csak feltettük a netre, tehát annak nem volt ilyen nagy hype-ja. És akkor megtaláltuk a rendező urat, aki a Vécsei Márton, vagy Vécsei Marci, mondjuk lehet, hogy hülyének nézne, ha úraznám, és ő ezt a koncepciót egy picit kibontotta a fantázia világát, hogy hát akkor mennyivel érdekesebb lenne, ha lennének benne katonák, ez a pecsételős jelenet, ez a szigorúan ellenőrzött vonatokból egy ilyen Jiří Mencel filmre utalás, és így alakult ki ez a koncepció. Úgyhogy nem leszünk fekete-fehérek mostantól fogva, de ez amiatt, hogy egy emlék, meg egy régi korra utal, ezért lett ilyen. Én mindig felszabadon tenni ezt a kérdést, mindig kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak a zenekartagok, hogy miért pont ezt a zenét klipesítettétek meg, Benedek? Válaszol. Bevallom, ez egy nagyon jó kérdés, mert én igazából csak annyit hallottam, hogy mondta a Balázs nekünk, hogy a Marci így mondta, hogy ő ezt, ebbe a számba ezt megálmodta, hogy ez a koncepció, és hogy ő erre megcsinálna, és hogy akkor emiatt döntöttünk emellett. Én úgy tudom, bár lehet rosszul. Nekem van egy olyan vízióm is erről, hogy amikor még írtuk a számokat, akkor úgy gondoltuk, hogy annak ellenére, hogy ennek nem egy klasszikus sláger formája van ennek a számnak, hogy verze-refrén, uh-huh, gitárszóló-refrén, vagy valami hasonló, hanem mindegy más, de ennek ellenére nagyon slágeres és fülbe mászó, tehát amikor először mutattuk be rádiósoknak, akkor mondták, hogy hát ezt lehet, hogy nem fogják most így rögtön játszani, de a liftben már dúdolták, tehát valahol van benne egy olyan hangulat, ami megfogja az embereket, és szerintem ezért. Uh-huh. Mikor, tehát hogy milyen visszajelzéseket kaptatok eddig a klip kapcsán? Ugye 2-3 hét telt el nagyjából? Eddig aki megnézte, mindenki mondta, hogy baromi jó lett az egész. Mi egy kicsit vadabbra számítottunk ott a forgatásnál, még úgy tűnt, hogy a jelenetek azok kicsit erősebbek lesznek, mint ami végül lett, de én így örülök, mert végül egy ilyen kis vidám klippecske lett, és nem egy ilyen, tehát nem az lett, hogy hú, ez annyira vad, hogy betiltják, hanem azt mondta mindenki, hogy ez olyan vicces, olyan ti vagytok teljesen. Nem, ott az volt furcsa, hogy ugye a lányokkal aznap találkoztunk szinte először, és már is test közelbe kellett kerülni, és a Titus lobát az egyik lányt, meg a hátunkon, és ez ott ilyen, nem tudom, bulisabbnak tűnt, vagy...
Igen, meg kikerültek ilyen kis verkfotók, vagy minek mondjam, előtte a Facebookon promónak. És azért ott volt egy-két olyan visszhang, hogy meglepődtek, hogy ilyen még nem nagyon volt, hogy akkor lányok így vannak a klipbe. De aztán így a végeredményre így szerintem 99%-a azt mondta az embereknek, hogy jó lett. De előtte azért voltak, akik izgultak, hogy na ebből mi fog kisülni. Ennyi. Közben még bevonza a tekintetem. Kicsit, hogy tovább lépünk, akkor István, említetted a lemezt. Kérek, mesélj róla pár szót. A lemezt, igen. Hát a Carbon Fuse-nál általában úgy néz ki egy lemez megírása, hogy két évenként jövünk ki egy lemezzel. Az elején mindig csak dobálózunk pár ötlettel egymásnak, felvesszük, amit egy beálláson éppen jammeltünk és tetszett nekünk, vagy valaki hoz egy dallamot, amit dúdolt az iPhone-jával, és akkor abból próbálunk kialakítani valamit, aztán utána a Titusnál elkezdjük felvenni a számokat ilyen demo szinten, stúdióban vanunk, és végül is az utolsó fél év volt az, ami egy ilyen nagyobb hajtás volt, hogy akkor be kellett fejezni, le kellett keverni, fel kell énekelni, minden tökéletes kell, hogy legyen. Aztán nálunk mindig változik ez, miután megírjuk a lemezt, én is most azért is volt jó, hogy szünet volt a lemez bemutató után, ami nagyon jól, nagyon izgultunk, de nagyon jól sikerült, hogy egy hónap után vissza tudtam hallgatni külső szemmel egy picit, hogy nem játszottuk, és akkor na, mit csináltam, mit csináltunk, és hát nagyon tetszik, más lett, mint az eddigi albumok, talán egy picit melankolikusabb, többfajta történetet mesélünk el, nem tudom, nagyon tetszik ez is. Nyilván tele van a fejetek tervekkel, ötletekkel erre az évre nézve, de hát most ami legközelebb lesz, az ugye február 28-án léptek fel, mert a Balva Negrában. Mire számítsanak hát az a látogató? Nem szabad mondani. Gondoltam, jó fel leszek, úgyhogy ne rossd el. Nem, nagyon szépen köszönjük. Igen, ott fogunk zenélni. Az lesz, ami újdonság lesz, hogy nem fogjuk már a teljes lemezanyagot játszani, mint a ne haragudj, hogy most erre én válaszolok. Nem mondhatjuk ki a másik helyet. Lemezbemutató. Hát, mint amit a lemezbemutatón játszottunk. Nem számít, hogy hol. A Marson játszottuk a lemezbemutatónkat. Egy rövidebb műsorral készülünk, hogy pörgősebb legyen most már erre a szezonra az, amit bele fogunk tenni. És most életünkben először fordult ez elő, hogy a Titus előhozta azt az ötletet, hogy készít ilyen mashupokat, mixeket, hogy az azonos tempójú Carbon számokból esetleg egy ilyen... Tehát azért, hogy minél több számot eljátszunk, ezért mindegyikből egy részletet, és ezt fogjuk most kipróbálni a holnap utáni próbán, hogy megy. Izgalmasan hangzik. Srácok, köszönöm szépen, annyit voltatok. És köszönjük.